Szulejmán szultán 1566. május 1-én elindult 7. és egyben utolsó magyarországi hadjáratára. Kidolgozott haditerv nem létezhetett, hiszen a balkáni felvonulást olyan sok környezeti tényező befolyásolta, hogy akár 2 hónap különbség is lehetett a magyar hadszintér elérésében. A szultán a belgrádi táborban értesült arról, hogy Zrínyi Miklós szigetvári főkapitány katonái Siklós mellett szétvertek egy török csapattestet. Talán ekkor döntött el a szultáni tanács, hogy a török fősereg Szigetvárát vegye célba. Ezzel párhuzamosan egy másik sereg Gyulátost rabolja meg. Szoros gyűrűt font Szigetvár felé. A kiszárító tómederben a török járható töltéseket épített, és a védelem erejét több oldalra forgácsolta szét. Augusztus 19-én sikerült a töröknek az óvárost lerohannia. A roham olyan lendületes volt, hogy a védősereg már nem tudott rendben visszavonulni. Zrínyi az óvárosért 1500 katonájával fizetett. Mivel a császári sereg nem mozdult ki állásaiból, a vár sorsa megpecsített. 800 megmaradt harcosával és kevés ágyújával Zrínyi nem sokat tehetett a vár módszeres rombolása ellen. A védelem helyzete a domboló tűzvész, a 100 méterről védett állásokból üzerő török ütegek és az apnák miatt tartóban formában. Szeptember 5-én a megmaradt néhány száz katona a belső várhoz. 2 nap múlva, szeptember 7-én a reményvesztett és mindenre elszánt vigyézett búcsúk lettek a világtól, és követték vezérüket.